Ezúttal egyenesen Mr. Tollhoz mentem, és mindent elmondtam Ervéről. Figyelmesen végighallgatott, majd azt mondta. Jól elbántál vele. Azt tettem, amit tennem kellett. Válaszoltam. Nem vagyok büszke rá. Nem szeretem bántalmazni vagy félemlíteni az embereket, de nem volt más választásom. Tulajdonképpen meg kellett volna ölnöd. Mondta Mr. Toll akkor semmit sem állthatna nekünk. Nem vagyok gyilkos, jelentettem ki. Tudom, mondta sóhajtva. Én sem. Kár, hogy valamelyik törpe nem volt veled. Ők habozás nélkül kitekerték volna anyakát. Mit gondol, mit tegyünk? Kérdeztem. Nem hinném, hogy sok bajunk lesz vele. Töprengett hangosan Mr. Toll. Túlságosan inába szállhatott a bátorsága, hogy sem egyenesen a rendőrséghez fordulna. Ha mégis, akkor sem bizonyíthat rád semmit. Csak felesleges bonyodalmat okozna. De mivel a múltban már rengeteg ügyünk volt a törvényképviselőivel, megbizsgóznánk a helyzettel. Az egészségügyiektől már jobban félek. Megtehetjük, hogy felkerekedünk és meglógunk előlük, de ha egyszer a tiszti orvosi szolgálat emberei megérezték a szagodat, akkor nem nyugszanak addig, míg le nem csapnak rád. Holnap elmegyünk. Döntötte el a dolgot. Ma este még fellépünk, mert ki nem állhatom, ha az utolsó pillanatban le kell mondani egy előadást. Legkorábban hajnalra érhet ide az egészségügyi felügyelő. Nekünk tehát addigra fel kell szednünk a sátorfánkat. Nem haragszik rám? kérdeztem. Nem, felelte. Nem az első alkalom. Hogy összetűzésbe kerülünk a közönséggel. Nem a te hibád. Segítettem Mr. Tólnak kihirdetni a táborban, hogy elmegyünk innen. Mindenki természetesnek vette a dolgot. A legtöbben még örültek is, hogy szóltam. Gyakran mindössze egy vagy két órával az indulás előtt értesülnek a táborbontásról. Így hát egy újabb munkával teli nap következett számomra. Nem csak a műsor előkészítésében, hanem az induláshoz való felkészülésben is segítenem kellett az embereknek. Felajánlottam Truskának, hogy segítek összepakolni a holmiait, de mire odaértem, a sátra már üres volt. Csak kacsintott, mikor megkérdeztem, hogy tudott ilyen szélsebesen összecsomagolni. Amikor fölébredt, Mr. Krapsinek is elmondtam, hogy reggel tovább indulunk. Nem látszott meglepetnek. Elég sokáig voltunk már itt meg. Megkértem, hogy az esti műsorból hagyjon ki, mert nem érzem magam jól. Korán le kell feküdnöm, mondtam, hogy jól kialudhassam magam. Nem érsz vele semmit, figyelmeztetett Mr. Krapsley. Csak egyetlen dolog van, amitől jobban éreznéd magad, hogy mi, azt te is tudod. Eljött az este, közeledett a műsorkezdés ideje. Megint rengetegen gyűltek össze. Az utakat minden irányban autók sokasága torlaszolta el. A cirkuszban nagy volt a nyüzsgés, ki a fellépésre készült, ki a közönséget ültette le, ki pedig a már ismert tárgyakat árusította. Csak ketten viselkedtek úgy, mint akiknek semmi dolga. Én és Evra, aki a beteg kígyója miatt ma este nem lépett fel. Pár percre magára hagyta hogy láthassa a műsorkezdést. A színpad egyik oldalán álltunk, miközben Mr. Toll a labdát gurította és a farkas embert mutatta be. Az első szünetig ott átsorogtunk, aztán kiténferegtünk, és a csillagokat bámultuk az égen. Hiányozni fog ez a hely, mondta Evra. Megszerettem ezt a vidéket. Egy városban nem lehet ilyen jól látni a csillagokat nem is tudtam, hogy ennyire érdekel a csillagászat. Mondtam erre. Nem erről van szó. Felelte. Csak szívesen bámolom őket. Egy idő után szédülni kezdtem, ezért le kellett ülnöm. Nem vagy valami jól, igaz? Nézett rám Evra. Voltam már jobban is. Mosolyodtam el halványan. Még most szemiszol ember Megráztam a fejem. Evra leült mellém. Soha sem árulta el, hogy tulajdonképpen miért és nem akarod meginni. Mondta. Nem lett annyira más, mint az állatvér. Nem tudom. Válaszoltam. És nem is akarom kideríteni. Kis szünet után így folytattam. Félek, hogy ha embervért iszom, gonosz Mr. Krebsley azt állítja, hogy a vámpírok nem gonoszak, de szerintem azok. Azt hiszem, az, aki úgy néz az emberekre, mintha állatok volnának, nem lehet más, mint gonosz. De ha ezt tart életben? Ez csak a kezdet lenne, mondtam. Azt mondanám magamnak, hogy azért csinálom, hogy életben maradjak. Megesküdnék, hogy soha sem iszom többet, mint amennyire szükségem van. De mi lesz, ha nem tudok megállt parancsolni magamnak? Ahogy egyre idősebb és nagyobb lennék, mint többre lenne szükségem. És ha nem tudnék uralkodni a szomjúságomon, és ha megölnék valakit? Nem hiszem, hogy képes lennél rá. Rázta meg a fejét Evra. Te nem vagy gonosz, Deren? Nem hiszem, hogy az, aki jó, tudna gonoszságokat művelni. Amíg úgy bánsz az emberi vérzel, mint valami olvossággal nem lesz semmi baj. Lehet. Mondtam, de nem hittem el. Minden esetre pillanatnyilag jól vagyok így. Egy-két napig még nem kell végső elhatározásra jutnom. Inkább meghalnál, de nem iszol? Kérdezte Ebra. Nem tudom. Valottam bebecsületesen. Ha meghalsz, hiányadni fogsz nekem. Mondta szomorúan. Hát, talán nem fajulnak idáig a dolgok mondtam némi nyugtalansággal. Talán adódik valami más megoldás, hogy életbe maradjak. Talán csak Mr. Krebsley nem akarja elárulni, amíg már nem lesz más választása. Evra morgott valamit. Ő ugyanolyan jól tudta, mint én, hogy nincs más megoldás. Megyek, megnézem a kígyómat, mondta. Jössz te is? Elüldögélünk még oza bent egy dalabig, nem. Válaszoltam. Jobb, ha lefekszem. Holnap korán kerünk, és nagyon kimerült vagyok. A jó éjszakát kívántunk egymásnak, és azzal elváltunk. Nem indultam egyenesen Mr. Krebsli sátra felé, a táborban sétálgattam, miközben az Evrával folytatott beszélgetésünkön gondolkodtam, és azon, hogy milyen érzés lesz meghalni. Egyszer már meghaltam, el is temettek, de ez nem volt ugyanaz. Ha igazából meghalnék, akkor egyszer és mindenkorra halott lennék. Vége szakadna az életemnek, a testem porrá válna, és aztán... Fölnéztem a csillagokra. Oda mennék csak ugyan. A világegyetem túloldalára. A vámpírok paradicsomába. Gyötrelmes pillanat volt. Amíg otthon éltem, nem igen gondoltam a halálra. Úgy véltem, csak az öreg emberek halnak meg. És most itt voltam én, jóformán szemtől szemben a halállal. Bár csak valaki más dönthetne helyettem. Nekem az iskola miatt kellene idégeskednem, meg hogy bekerülök-e a helyi futballcsapatba, nem pedig azon törni a fejemet, hogy így a ember embervért, vagy inkább törődjék bele, hogy meghalok. Ez nem tisztességes dolog. Túl fiatal vagyok. Nem lenne szabad, hogy Láttam, hogy egy árny az egyik közeli sátor előtt, de nem sokat törődtem vele. Csak akkor lettem kíváncsi, hogy ki lehet az, amikor egy éles csattanást hallottam. Senkinek sincs itt semmi keresni valója. A műsorban résztvevők mind a nagy sátorban voltak. Talán a nézőtérről jött valaki? Úgy döntöttem, utána járok a dolgoknak. felé vettem az irányt, amerre az árny ment. Sötét volt az éjszaka, ezért néhány forduló után elveszítettem a nyomát. Már azon voltam, hogy nem követem tovább, amikor egy újabb éles csattanást hallottam, ezúttal közelebbről. Egy villámgyors körbepillantás után meggyőződtem arról, hogy hol vagyok, és rögtön tudtam, honnan jönnek a különös hangok. A farkas ember ketrecétől. Egy mély lélegzetvétellel lecsillapítottam felzaklatott idegeimet és amilyen gyorsan csak tudtam, siettem, hogy megnézzem, mi történik ott. A nedves fű meghajolt a lépteim alatt, így nem csaptam zajt. Amikor a farkas ember kettrecéhez legközelebb eső lakókocsihoz értem, megálltam és hallgatóztam. Halk hallottam, mint amikor enyhén megráznak valami súlyos láncot. Kiléptem a kocsi takarásából. A farkas ember ketrecétől jobbra és balra halvány fények égtek, így mindent láttam a legapróbb részletekig. Ide gurították vissza a jelenete után, mint minden éjjel. Egy nagy darab hús volt a ketrecében, amint rendszerint a műsor után fogyasztott el. Most azonban érintetlen volt. Ma éjjel valami másra összpontosította a figyelmét. Termetes férfi állt a ketrece előtt egy jókora fogóval már elvágta az ajtón levő vaslánc néhány szemét. Épp a láncot próbálta kibogozni, nem sok sikerrel. Halkan szitkozódva emelte a fogót, hogy még egy szemet átvágjon. – Mi csinál itt? – kiáltottam. A férfi értében ugrott egyet, eldobta a fogót és megpördült. Ervé volt az, ahogy sejtettem. – először bűntudatosnak és ilyetnek mutatkozott, de amikor látta, hogy egyedül vagyok, visszatért az önbizalma. – Na, közelebb! – szólt fenyegetően. – Mit csinálsz itt? – ismételtem meg a kérdésemet. – Kiszabadítom azt a szerencsétlen teremtést! – mondta. – Még egy vadállatot sem tartanék ilyen ketrecben. Embertelenség! Kiengedem! Telefonáltam a rendőrségre. Reggel kijönnek. De úgy döntöttem, hogy addig is megteszem, ami tőlem telik. Nem teheted, mondtam levegő után kapkodva. Megőrültél? Ez egy vadállat. Ha kiengeded, öt kilométeres körzetben mindent elpusztít. Mondott te? Vigyorgott csúfondárosan Ervé. Csak hogy én nem hiszek neked. Én azt tapasztaltam, hogy az állatok azt szerint viselkednek, ahogyan bánnak velük. Ha fenevadként kezelik őket, akkor úgy is fognak viselkedni. Ha viszont tisztelettel, szeretettel és emberséggel vannak irántuk. Nem tudod, mit művelsz? Vágtam a szavába. A farkas ember nem olyan, mint a többi állat. Gyere el onnan, mielőtt valami nagy baj csinálsz. Beszéljük meg ezt a dolgot. Hát ha... Nem! Rikoltotta. Elegem van a sok beszédből. Azzal visszafordult a lánchoz, és megint azzal kezdett viaskodni. Benyúlt a ketrecbe, úgy rángatta ki a rácsok között a legvastagabb láncszemeket. A farkas ember némán figyelte. – Hagyd abba, Ervé! Kiáltottam, és odarohantam, hogy megakadályozzam az ajtó kiításában. Megragadtam a vállát, és megpróbáltam elhúzni onnan, de nem volt elég erőm hozzá. Néhányszor a bordái közé öklöztem, de erre csak felmordult, és kettőzött erővel folytatta a ténykedését. El akartam kapni a lánccal foglalatoskodó kezét, de a rástól nem fértem hozzá. – Hagyd békén! – üvöltött tervé Rám nézett, így jól láttam tébolyult tekintetét. – Nem tudsz megállítani! – rikácsolta. – Nem akadályozom meg abban, hogy teljesítsem a kötelességemet! kiszabadítom embertelenségetek áldozatát. Igazságot szolgáltatok neki. Senki nem tarthatja bezárva. Megmutatom. Hirtelen félbehagyta bombasztikus szónoklatát. Az arca holt vált. Testén remegés futott át. Majd mozdulatlannál merevedett. Úgy hallottam, mintha valaki ropogtatna, rákcsálna, csámcsogna és téptesne. És amikor benéztem a ketrecbe, láttam, hogy a farkas ember mozgásba lendült. Mielőtt egymással vitáztunk, előre szökkent a ketrecében, megragadta Ervé mindkét karját, begyümöszölt a szájába, s mindkettőt leharapta könyékig. Ervé eleinte szólni sem bírt. Döbben ettől sokkos állapotban támolygott el a rácstól. Fölemelte megrövidült karjait, és nézte, amint a vér ütemesen folyik ki roncsolt, könyök csonkjaiból. Megpróbáltam kirántani két karját a farkas ember szájából. Ha sikerül, vissza lehetett volna forrasztani. De ő gyorsabb volt nálam. Hátraugrott és enni kezdett. Másodpercek alatt teljesen szétroncsolta, úgyhogy tudtam, már nem használhatók. Hol a kezem? kérdezte Ervi. Figyelmemet ismét a szakállas ember felé fordítottam. Arcán különös kifejezéssel merett a csonkokra, melyek a karjából maradtak. Még nem érezte a hamarosan beléhasító fájdalmat. – Hol a kezem? – kérdezte újra. – Eltűntek. – Egy perce még itt voltak. – Honnan jön ez a rengeteg vér? – Hát miért látom a saját csontomat? – Hol a kezem? – üvöltette torka szakadtából. – Gyere velem! – léptem hozzá közelebb. El kell látnunk a sebed, mielőtt elvérzel. Ne közelíts hozzám! Ordította. Már emelte volna a karját, hogy ellökjön magától, de eszébe jutott, hogy nincs többé keze. Te vagy a hibás! Üvöltötte. Te tetted ezt velem! Nem ervé, a farkas ember volt! Mondtam, de meg se hallotta. A te hibád! Hajtogatta. Elvetted a kezemet. Gonosz kis szörnyetek vagy, elloptad a kezemet. A kezem! Jaj, a kezem! Megint rákezdte a jajveszékelést. Nyújtottam felé a kezem, de félrelökött, megfordult és rohanni kezdett. Sikoltozva, torka szakadtából üvöltve, véráztatta karcsonkjait a feje fölé emelve rohant végig a táboron, s végül eltűnt az éjszaka sötétjében. Utána akartam rohanni, de féltem, hogy rám támad. Elindultam, hogy megkeressem Mr. crapsley és Mr. Tollt. Ők tudni fogják, mit tegyünk, de a hátam mögött felhangzó nyugtalanító mordulás félbeszakította mozdulatomat. Lassan megfordultam. A farkas ember ott állt a ketrec ajtajában, amely tárva nyitva volt. Valahogy elmozdította az utolsó láncemet, és kiszabadult mozdulatlanná merevedve álltam szemben a gonoszul vicsorgó fenevaddal, melynek hosszú, éles fogai csillogtak a rájuk eső fényben. Először jobbra, majd balra nézett. Aztán kinyújtotta a kezét, két oldalt megragadta a rácsot, előre görnyett és megfeszítette a lábát. Elrugaszkodott. Egyenesen felén vette az irányt. Becsuktam a szemem, és vártam a végét. Hallottam, és éreztem, hogy tőlem alig egy méterre dobbant le a földre. Belekeztem a búcsú imányba. De akkor elzúgott a fejem fölött, és egyből rájöttem, hogy szabályosan átugrott. Két szörnyű másodpercig vártam, hogy mikor mélyezti a fogát a tarkomba, és harapja le a fejemet. De nem tette. Zavartam, pislogva megfordultam. Egyre távolodott tőlem. Megpillantottam egy alakot, amely lélek szakadva a lakókocsikat kerülgetve rohant előtte, és rájöttem, hogy a farkasember valaki mást vett üldözőbe. Az ízesebb falat reményében hagyott faképnél engem. Néhány botladozó lépést tettem a távolodó farkasember felé, majd mosolyogva hálát adtam az Isteneknek. Fel sem fogtam, mennyire közel jártam a halálhoz. Amikor felugrott a levegőbe, biztos voltam, a lábam beleütközött valamibe. Megálltam. Lenéztem a földre, és megpillantottam egy hátizsákot. Biztosan az ejtett el, akit a farkas ember üldözőbe vett. Most először gondoltam arra, vajon ki után rohanhatott a szörny. Fölemeltem a hátizsákot. Az a fajta volt, amit félvára akasztva szoktak hordani. Kívülről tapogatva a ruha nem ülhetett benne. Ahogy megfordítottam, egy kis műanyag doboz esett ki belőle. Fölvettem, lepattintottam a tetejét, és valami átható illat csapta meg az orromat. Ecetes hagyma. Elállt a szívverésem. Dőhötten kotorászni kezdtem a zsákban, hát ha ráakadok egy névre, és közben egyre azon imádkoztam, hogy az ecetes hagyma ne jelentse azt, amitől féltem. Imám nem nyert meghallgatást. A kézírás, melyet megtaláltam, gyerekműve volt. Ez a hátizsák szemrez tulajdona. És alatta a lakás címe. El a kezekkel. Így szólt a figyelmeztetés, ami, tekintve, hogy mi történt egy-két perccel ervével, úgy hatott, mint valami csúfolódás. De nem volt időm nevetni a sötét tréfán. Szem. Valami oknál fogva ide szökött ma éjjel. Talán titokban kereket akart oldani a cirkusszal, és nyilván meglátott, és a nyomomba szegődött. Szem volt az, akit a farkasember mélyen ülő apró szeme megpillantott a hátam mögött. Szem volt az, aki, hogy mentse az életét, ott rohant a lakókocsik között. A farkasember szemet vette üldözőbe. Nem kellett volna egymagamban követnem őket. Segítséggel kellett volna futnom. Őrültség volt, hogy egyedül rohantam bele a sötét éjszakába. Igen ám, de a farkas ember szemet üldözte. Szemet, aki csatlakozni akart a cirkuszhoz. Szemet, aki arra kért, hogy legyek a vértestvére. Az ártalmatlan, barátságos, bőbeszédű szemet. Azt a fiút, aki megmentette az életemet. Nem gondoltam a saját biztonságommal. Szem bajban volt, és nem volt idő mások segítségét kérni. A halálomat is jelenthette volna, de akkor is utánuk kellett mennem, hogy legalább megpróbáljam megmenteni a barátomat. Tartoztam neki ezzel. Egy-kettőre kijutottam a táborból. A felhők szétoszlottak a fejem fölött, és láttam, amint a farkas ember eltűnik a fák között. Utána iramodtam, amilyen gyorsan csak tudtam. Valamivel később hallottam az ordítását, amit jó jelnek vettem. Ezek szerint még mindig csak üldözi szemet. Ha már elkapta volna, az evés annyira lefoglalná, hogy nem tudna ordítani. Nem értettem, hogy-hogy még nem kapta el. Habár még nem láttam nyílt terepen futni, biztos voltam benne, hogy gyorsabb, mint szem. Talán csak játszik vele, incselkedik, mielőtt rávetné magát, hogy megölje. Jól ki lehetett venni lábnyomaikat a nyírkos éjszakai földön, de a hangjuk alapján is képes lettem volna őket követni. Nehéz dolog némán rohanni az erdőben, különösen éjszaka. Perceken átfutottunk így, szem és a farkas ember messze előttem, számomra láthatatlanul, én pedig a nyomukban. A lábam kezdett elfáradni, de tovább kényszerítettem magam. Arra gondoltam, vajon mit fogok csinálni, ha utol érem őket. Semmi esélyem nem volt rá, hogy tisztességes küzdelemben legyőzhetem a farkas embert. Talán egy bottal, vagy ilyesmivel. Fejbe tudnám csapni, de az sem tűnt valószínűnek. Gyors és erős volt, és ráadásul már megérezte az ember vérízét. Szinte biztos, hogy nem lehet megállítani. A legtöbb, amiben reménykedhetek, hogy közéjük vetem magam. Ha felkínálkozom szemhelyett, talán engem terít le, és ő megmenekülhet. Nem bántam volna, ha meghalhatnék szemért. Egy barátomért már föladtam az emberségemet. Nem jelentett sokkal nagyobb kérést, hogy odaadjam az életemet egy másikért. Egyébként pedig, így, ha meghalok is, jó ért halok meg. Többé nem kell azon gyötrődnöm, vagy megiszom az embervért, vagy éhen halok. A harc közben lehetném halálomat. Pár perc múlva kijutottam egy tisztásra, és már tudtam, hova vezetett bennünket szem. A régi elhagyott vasútállomásra. Ez arra vallott, hogy nem vesztette el a fejét. Ennél jobb helyre ugyanis nem jöhetett volna. Itt rengeteg búvóhelyet és harc esetén számtalan kézifegyvert, fém és üvegdarabot lehetett találni. Még az is előfordulhat, hogy egyikünknek sem kell meghalni. Talán van rá esély, hogy megnyerjük ezt a csatát. Láttam, hogy a farkas ember megáll az állomás közepén, és beleszimatol a levegőbe. Ismét felüvöltött, de úgy, hogy borsódzott tőle a hátam, és elindult az egyik rozdás vagon felé. Amilyen halkan csak tudtam, a vagon háta mögé kerültem, és füleltem. Nem hallottam semmit. Fölegyenesedtem, és benéztem a vagon egyik ablakán. Semmi. Újra lehajoltam, és elosontam a harmadik vonatablakig. De amikor benéztem rajta, ott sem láttam semmit. Fölhúzóckodtam, hogy bekukucskáljak a következő ablakon, s láttam, hogy egy fém rút közeledik nagy sebességgel az arcomhoz. Szem, ne! Én vagyok! vissza visszahuppanva a földre. Egy pillanatig csend volt, aztán szem arca jelent meg a vonatablakban. Teren? kérdezte, Mit keresel itt? Téged követtelek. Feleltem. Azt hittem, te vagy a farkas ember. Meg akartál kölni? A majd nem sikerült. Ne haragudj. Az Isten szerelmé a szem. ne vesztegesd az időt bocsánat kérésekre. Szóltam rá ingerülten. Óriási veszélyben vagyunk. Ki kell találnunk valamit. Gyere ki onnan, gyorsan. Ellépett az ablaktól. Halk csoszogás hallatszott, aztán megjelent a kocsi ajtajában. Körülkém lehet, nincs a közelben a farkas ember, majd leugrott és odasúrant hozzám. Hol van? Kérdezte. Nem tudom. Súgtam vissza. De valahol itt a közelben. Láttam, hogy errefelé tart. Talán másik zsákmánya akadt. Reménykedett szám. Pirka, vagy tehén? Hmm, nem tartom valószínűnek. Marogtam Nem azért ló volt ennyit, hogy a végén kiéresse a karma közül a zsákmányt. Egészen közel húzottunk egymáshoz. Szem a jobb oldal tartotta szemmel, én a balt. Éreztem, hogy minden ízében reszket, és biztos voltam benne, hogy ő is ugyanezt érzi rajtam. Percekig némán figyeltünk, csak szaporan lélegzetünk törte meg a csendet. Mit csináljunk? kérdezte. Nem tudom. Válaszoltam. Nincs valami ötleted? Van néhány. Felelte. Becsalhatnánk az őrházba. Talán lezuhanna a korhat deszkák között, és akkor odalent csapdába ejthetnénk. talán. Mondtam. De mi van akkor, ha mi is lezuhanunk? Az lenne számunkra az igazi csapda. Akkor vethetné ránk magát, és volna föl bennünket, amikor csak akarna. És mit szólsz a szarufákhoz? Kérdezte szem. Kimászhatnánk az egyik kerend a közepére, és a hátunkat egymásnak vetve megkapaszkodnánk ott. Magunkkal vinnék valami bukkos botot, és leüdnénk vele, ha meg akarna támadni. Oda föl csak egyetlen úton jöhetne utánunk. És előbb-utóbb biztosan jön valaki a frikből. Mondtam, átgondolva a helyzetünket. De mi van, ha úgy dönt, hogy az egyik oldalon ketté roppantja a gerendát? Jó mélyen beépítették őket a falba. Válaszolt a szem. Nem hinném, hogy puszta kézzel el tudja törni őket. Elbírná egy gerenda mint hármunk súlyát? Foggattam tovább. Nem tudom. Vallotta be De ha abból a magasságból lezuhannánk, legalább hamar vége lenne az egésznek. Ki tudja, még olyan szerencsénk is lehet, hogy ráesünk a farkas emberre. Ő felfogná az ütközést, és eközben szörnyet halna. Eh, <laughs> túl sok rajzfilmet néztél. Nevettem el magam fáradtan. De ötletnek nem rossz. Jobbat én se tudnék kitalálni. Még egy gerendán sem lesz könnyű kivédeni a támadását. De minden esetre megnehezítjük a dolgát. Szerinted mennyi idő múlva érnek ide a cirkuszból? szem. Attól függ, mikor jönnek rá, hogy mi történt? Feleltem. A szerencsénk van, meghallották az üvöltését, és pár percen belül itt lesznek. Amúgy meg kell várnunk a műsor végét, ami még egy óra, vagy annál is több. Van fegyvered? Nincs. Válaszoltam. Nem volt időm rá, hogy felkapjak valamit. Átadott egy rövid vasrudat. Tessék! Mondta. Nem túl jó, de több a semminél. Semmi el a farkas emberről? Kérdeztem. Semmi. Felelte. Még semmi. El kéne indulnunk, mielőtt megérkezik. Javasoltam, majd rövid szünet után megkérdeztem. De hogy jutunk el az őrházig? Elég messze van és a farkas ember akárhol rejtőzhetett az út mentén. Futunk, ahogy csak bírunk, és közben reménykedünk, hogy sikerülni fog. Hangzott szám válasza. Külön megyünk? Érdeklődtem. Inkább ne. Felelte. Szerintem jobb, ha együtt vagyunk. Szerintem is. Felkészültél? Adj még pár másodpercet. Kérte. Néztem, hogy a levegőt veszi. Az arca fehér volt, a ruháját megszaggatta és összepiszkolta a vadrohanás az erdőn át, de látszott rajta, hogy készen áll a dologra. Kemény kis fickó volt. Miért jöttél vissza mai eszem? Kérdeztem halkan. Hogy csatlakozzam a szérdőfrikhez. Válaszolta. Mindazok után, amiket elmondtam neked? Úgy döntöttem, hogy megkockáztatom. Felelte. Úgy gondolom, a barátom vagy. Az embernek ki kell tartani a barátja mellett, nem? Amikor az első ijegységemből magamhoz tértem a történet, amit elmondtál magadról, még elszántabbá tett, hogy csatlakozzam hozzátok. Így talán tudok neked segíteni? Olvastam könyveket a személyiségzavarokról. Lehet, hogy meg tudnálod gyógyítani? Nem tehettem róla, muszáj volt, hogy gyorognom. Idióta vagy szemgrészt. Mondtam. Tudom. Felelte mosolyogva. Te is, ezért illünk össze ilyen jól. Ha ezt épp bőrrel megúztuk, szabadon közénk állhatsz. Mondtam. És nem kell félned attól, hogy megeszlek. Csak azért meséltem, hogy elriasszalak. Komolyan? Komolyan. Hű. És megtörölte a homlokát. Végre megnyugodhatok. Majd ha megmenekültünk a farkas embertől. Bologattam. Akkor hát felkészültél? Kész vagyok. Fejjebb rántotta a nadrágját, és felkészült a futáshoz. Háromra. Mondta. Rendben. Feleltem. Egy. Kezdte. Beálltunk arccal az őrház felé. Kettő. Rajtállásba helyezkedtünk. Mielőtt kimondhatta volna, két szőrös kéz nyújt ki a vagon alól, ahol csak most jöttem rá, amikor már késő volt, a farkas ember rejtőzött. Az ujjak rákúcsolódtak szem alsó lábszárára, megragadták a bukájánál, és lerántották a földre. Szem sikoltozni kezdett, amikor az ujjak ráfonódtak a bokájára. Az uhanástól egy pillanatra elhallgatott, de egy vagy két másodperc múlva újra rákezdte. Én térdre elkaptam szem karját, és húzni kezdtem magam felé. Láttam, hogy a farkas ember ott fekszik a szőrös hasán elnyúlva a vagon alatt, és vadul vicorgat. Állán lecsurgott a nyála. Erősen magam felé rántottam szemet, de jött vele a farkas ember is. Miközben ide-oda kígyózó testtel kibújt a kocsi alól. Egy másodpercre sem engedett a szorításából. Abba hagytam a húzást, és elengedtem szemet. Felkaptam a hosszú vasudat, melyet az imént ejtett el, s felugorva ütni kezdtem vele a farkas ember kinyújtott karjait, aki dühösen felordított. Egyik szőrös mancsával elengedte szemet, és felém sújtott. Kitértem az ütés elől, és rávágtam a szemet fogó másik kezére. De fájdalomtól felüvöltött, és ujjai elernyedtek. Fuss! Rikoltottam szemnek, és fölrántottam a földről. Egymás mellett ruhantunk az őrház felé. Hallottam, hogy a farkas ember kimászik a vagon alól. Az előbb még játszott velünk, de most már dühös volt. Tudtam, hogy teljes erőbedobással fog ránk támadni. A játék véget ért. Semmi módon nem érhettük el az őrház menedékét. Fél útig se érünk, és utol fog érni. Fus, tovább! lihegtem, és megállva szembe fordultam a mögöttem loholó farkas emberrel. Viselkedésem úgy meglepte, hogy egyenesen belém rohant. Csúpa szőr teste izdat volt és súlyos. Az ütközéstől mindketten a földre zuhantunk. Karunk és lábunk egymásba gabajodott, de hamar kiszabadítottam magam, és ütöttem, vertem a rúddal, ahol értem. A farkas ember dühött ordítással rácsapott a karomra. Ezúttal sikerült épp a vállizületem alatt eltalálnia. Az ütés ereje megbénította a karamat, amely olyan érzéketlenné vált, mint egy darab fa. Kiesett belőle a vasút. Utána nyúltam az épp bal kezemmel, de a farkas ember gyorsabb volt nálam. Fölkapta és messzire elhajította a rudat, mely kongva ért földet valahol a sötét pályaudvaron. Gonoszul vigyorogva lassan felállt. Kiolvastam a szeméből, hogyha tudna beszélni, valami ilyesmit mondana. Na no, de rendsen. most az enyém vagy. Eleget szórakoztál, eleget játszottál, épp ideje, hogy megöljelek. Két oldalt megragadott, és nagyra szájjal felém hajolt, hogy leharapja a fejem. Éreztem bűzös leheletét, és sárgás fogai között láttam ervé karjából otragadt hús és ingfoszlányokat. Mielőtt összecsaphatta volna az állkapcsát, valami eltalálta oldalt a fejét, és ettől egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát. Szemet pillantottam meg a háta mögött, kezében egy nehéz farönkkel. Ismét lesújtott vele a farkas emberre, aki az ütéstől végre elengedett. Úgy látom, az beválik. Rikoltott a szem, és harmadszor is oda csapott. Gyerünk, idejöjj! A szavait már nem hallottam, mert ahogy elindultam, a farkas ember vaktába meglódította az egyik öklét, és egyenesen az arcomba talált, amitől hátra tántorodtam. Mintha ezer darabra robbant volna szét a fejem. Vakító fényeket, óriási csillagokat láttam, aztán ájultan lerogytam a földre. Amikor pár pillanattal vagy perccel később magamhoz tértem, nem tudtam mennyi időt elhetett el, baljós csend honolt a vasútállomáson. Nem hallottam se futó lépteket, se sikoltozást, se küzdelem zaját. Csak valami egyenletes csámcsogást tőlem nem messze, valamivel erőrébb. Lassan, nem törődve a fejemben lüktető fájdalommal felültem. Eltelt néhány másodperc, mire a szemem újra hozzászokott a sötétséghez. Amikor visszanyertem a látásomat, ráeszméltem, hogy a farkas ember hátát bámulom. Négy kézláb állva hajolt valami fölé. Ő adta ki azokat a csámcsogó hangokat. Az ütés okozta kábultság miatt időbe telt, mire rádöbbentem, hogy nem valami teszik, hanem valakit. Szem! Minden fájdalmamat feledve felzökkentem és odarohantam. De elég volt egy pillantást vetnem a farkasember előtt heverő véres valamire, hogy megértsem. Elkéstem. Nem! Sikoltottam, és épp kezemmel ész nélkül ütni kezdtem a farkasembert. Az felmordult és ellökött magától. Én azonban visszaugrottam, és már nem csak ütöttem, hanem rugdostam is, morogva próbált félrelökni, de nem hagytam magam. Nekiestem a hajának, meg a fülének, s rángattam, cibáltam, veszettül. Felüvöltött, és végre fölemelte a fejét. Vörös volt a szája, ijesztően sötét vörös, és tele volt zsigerekkel, vérrel, hús és csondarabokkal. Rámugrott, letepelt a földre, és egyik hosszú, szőrös karjával valósággal odaszögezett hátra a fejét, és hosszan vonított az éjszakai égboltra. Aztán egy ördögi vicsorgással a torkomnak ugrott, hogy egyetlen villámgyors harapással végezzen velem. Az utolsó pillanatban két kéz nyúlt ki a sötétből, és megragadta a farkasember állkapcsát. A két kéz oldalra csavarta a fejét, amitől a farkas ember felüvöltött és lefordult rólam. Támadója a hátára mászott és leszorította a földre. Két öklet gyorsabban járt sem, hogy a szemem követni tudta volna, és végül a farkas ember eszméletét veszve lent maradt a földön. Támadója fölállt, és engem is talpra állított. Azon kaptam magam, hogy Mr. Krebsley felhevült, sebb arcába bámulok fölfelé. Amilyen gyorsan csak tudtam, jöttem! mondta a vámpír, a levegőt kapkodva, és közben gyengéden jobbra-balra forgatta a fejemet, hogy lássa, nem esette bajom. Evra meghallotta a farkasember üvöltését. Rólad és a fiúról nem tudott. Ő csak azt gondolta, hogy kiszabadult a fenevad. Akkor szólt Mr. Tolnak aki lefújta az előadást, és kutatócsoportot szervezett. Akkor jutott az eszembe, amikor láttam az üres ágyad, terepszemlét tartottam, és megtaláltam a nyomodat. Azt hittem, meg fogok alni. Nyöszörögtem, csupa zúzódás voltam, és még nem tértem magamhoz sokkos állapotból. Biztos voltam benne. Azt hittem, nem jön senki, én Épp karommal átöleltem Mr. crapsley -t. Köszönöm. Zokogtam. Köszönöm. 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 Hirtelen elhallgattam. Eszembe jutott elesett barátom. Sam! Kiáltottam kétségbe esetten. Elengedtem Mr. crapsley és odarohantam, ahol a barátom feküdt. A farkas ember felszakította szem hasát, és sokat megevett már a belső részeiből. Szem meglepő módon még életben volt, amikor odaértem hozzá. A szemhéja megrebbent, és gyengén pihegett. – Szem, jól vagy? – kérdeztem. Idióta kérdés volt, de csak ez jött ki a megviselt számon. – Szem! Újjaimmal végig simítottam a homlokán, de nem adta jelét, hogy hallana, hogy érezni a kezem érintését. Végtelenül békésnek látszott. Deréktől felfelé legalábbis. Mr. Crabsley letérdelt mellé, és szemügyre vette. Meg tudja menteni? Kérdeztem. Lassan ingatta a fejét. Meg kell tennie? Kiabáltam. Be tudja forrasztani a sebeket. Hívjunk orvost! Itassa meg valamivel! Kell, hogy legyen valami módja. Deren szólalt meg halkan semmit sem tudunk tenni. Haldoklik. Túl nagy a sérülése. Még néhány perc, és. felsóhajtott. Legalább nem fog érezni semmit. Nem lesznek fájdalmai. Nem! sikoltottam, és ráborultam szemre. Olyan keservesen zokogtam, hogy fájt. Nem, szem, nem halhatsz meg, szem. Maradj életben, csatlakozhatsz a cirkuszhoz, és bejárhatod velünk a világot. Jöhetsz, velünk jöhetsz. Nem tudtam többet mondani. Csak lehajtottam a fejem, odasimultam szemhez, és sírtam. Az elhagyatott hajdani vasútállomáson valahol a hátam mögött hevert az eszméletlen farkas ember. Mr. Krebsi némán ült mellettem alattam szem a barátom, aki megmentette az életemet. Feküdt teljes mozdulatlanságban, és lassanként mind jobban belecsúszott abba az utolsó álomba, amely nem más, mint a rettenetes és időtlen halál. Egy idő múlva éreztem, hogy gyengéden megrángatják a bal ingújjamat. Oda néztem. Mr. Krebs állt mellettem, és képpel nézett le rám. Deren, mondta. Látszatra nem ez a legalkalmasabb pillanat, de mégis meg kell tenned valamit. Szemkedvéért, és a sajátodért. <laughs> Miről beszél? Letöröltem a könnyeimet, és fölnéztem rá. Meg tudjuk menteni? Mondja meg, mindent megteszek. Semmit sem tehetünk, hogy megmentsük a testét mondta Mr. Krebsley. Haldoklik, és ezen semmi sem változtat. De van valami, amit megtehetünk a lelkéért. Deren, mondta, ki kell szívnod szem vérét. Csak néztem rá mereven, de már nem reménykedve, hanem mint aki nem hisz a fülének. Hogy képes erre? Kérdeztem halk, folytott hangon. Haldoklik a legjobb barátom, és maga csak erre gondol? Maga beteg? Elfajzott, beteg lelkű szörnyeteg. Magának kéne haldokolni, nem szemnek. Gyűlölöl magát, menjen innen! Nem értettél meg, mondta. De igen, megértettem. Kiáltottam. Szem haldoklik, de maga tovább gyötör engem. Tudja, mi maga? Egy elvetemült... Emlékszel, amikor arról beszélgettünk, hogy a vámpírok magukba tudják szívni az emberek lelkének egy részét? Kérdezte. Éppen valami szörnyűségnek akartam nevezni, de a kérdésétől összezavarodtam. Hogy jön ez ide? Néztem rá. Ez most nagyon fontos, Deren. Emlékszel? Igen. Feleltem halkan. És? Szem a halálán van mondta Mr. Crapsley. perceken belül elmegy. Örökre. De egy részt belőle életben tarthatsz önmagadban, ha most kiszívod a vérét, és véget vesz az életének, mielőtt a farkas ember okozta sebek végeznének vele. Nem hittem a fülemnek. Azt akarja, hogy én öljem meg szemet? Üvöltettem magamon kívül. Nem, Sóhajtotta. Szemet már megölték. De ha te most végzel vele, mielőtt megtennék ezt a farkasember harapásai, megőrizhetnél valamennyit az emlékeiből és az érzéseiből. Benned ő is tovább élhetne. Nem tudom meginni a vérét. Ráztam meg a fejem. Szemét nem. Lenéztem szétmarcangolt törékeny kis testére. Nem tudom megtenni. Suttogtam. Nem kényszeríthetlek rá. Sóhajtotta ismét Mr. Krabsley. De gondold át alaposan. Ami mai eltörtént, az olyan tragédia, amely nagyon sokáig kísérteni fog. De ha iszol a véréből, és magadba szívod lénye egy részét, a halálát is könnyebb lesz feldolgoznod. Nehéz elveszítenünk azt, akit szerettünk így nem kellene mindent elveszítened belőle. Nem tudom meginni a vérét. Zokogtam. A barátom volt. Azért kell meginnod, mert a barátod volt. Mondta Mr. Crapsley, majd megfordult, és magamra hagyott, hogy meghozzam a döntést. Lenéztem szemre. Olyan élettelennek tűnt, mintha már is elszállt volna belőle az, ami emberivé, elevenni, egyedülálló személyiségét tette. Visszagondoltam a tréfáira, az előszeretettel használt hosszú szavaira, a reményeire és álmaira, és hogy milyen szörnyű lenne, ha a halálával együtt mindez csak úgy, egyszerűen eltűnne a semmibe. Letérdeltem, és bal kezem ujjait rátettem vörös nyakára. <laughs> Bocsáss meg, szám! Nyöszörögtem, majd éles körmeimet belevájtam a húsába, és előrehajolva rátapasztottam a számat a sebek nyílására. A vér vastag sugárban ömlött a számba. Émeigés fogott el, föl akartam ugrani, de minden erőmet összeszedve ott maradtam, és lenyeltem a vért. Szem, forró, sós vére sűrű, olvasztott vajként csúszott le a torkomon. Miközben ittam, szempulzusa egyre gyengült, majd teljesen eltűnt. Én csak ittam tovább, míg az utolsó cseppig ki nem szívtam a vérét. Akkor elfordultam szemtől, és vonítani kezdtem az égre, ahogy a farkas ember tette. Sokáig nem is tudtam más csinálni, csak vonítani, jajgatni és sírni, mint az éjszaka vadjai, amivé magam is váltam. Valamivel később megérkezett Mr. Toll, és még néhányan a cirkuszból, köztük négy törpe is. Én ott ültem szem mellett, már a vonításhoz is fáradt voltam, csak bámultam a semmibe, azt figyelve, hogy a vére hogyan telepszik le a gyomromban. Mi történt? Kérdezte Mr. Toll Mr. Krabsit. Hogyan szabadult ki a farkas ember? Nem tudom, Hibernius, felelte Mr. Crapsley. Nem kérdeztem, és nem is akarom megkérdezni. Legalábbis még pár napig nem. Deren nincs abban az állapotban, hogy kérdéseket tegyünk fel neki. Ki múlt? Kérdezte Mr. Toll. Nem. Felelte Mr. Crapsley. Csak leütöttem. Hála legyen az égnek ezekért az apró szívességekért. Sóhajtotta Mr. Toll. Csettintett az ujjával, mire a törpék megláncolták az eszméletlen farkasembert. Odagördült a cirkusz egyik furgonja, és bedobták a hátuljába. Arra gondoltam, hogy követelnem kéne a farkasember halálát, de mit használt volna az? Hiszen nem volt gonosz, csak természettől fogva vérszomjas. Értelmetlen és kegyetlen dolog lett volna megölni. Amikor a törpenépség végzett a farkasemberrel, figyelmük szem szétmarcangolt földi maradványaira terelődött. Várjanak! Mondtam, amikor lehajoltak, hogy fölnyelábolják és elszállítsák. Mit fognak csinálni szemmel? Mr. Toll kínosan köhécselt. Nos hát, én úgy képzeltem, hogy az a szándékuk, hogy elintézzék beletelt kis időbe, mire rájöttem, mit jelent ez. Meg akarják enni őt? Rikoltottam. Nem hagyhatjuk itt. Próbált érvelni Mr. Toll. Arra pedig nincs időnk, hogy eltemessük. Ez a legegyszerűbb. Nem. Mondtam ellentmondást nem tűrő hangon. nem, Szólalt meg Mr. Krapsley is nem kellene beleavatkoznunk a... Nem. Kiáltottam, s már ugrottam is, hogy ellögdössem a törpéket. Ha meg akarják enni szemet, előbb engem kell megenniük. A törpék némán bámultak rám. Zöld szemük éhesen villogott. Azt hiszem, ezt a kívánságodat boldogan teljesítenék. Jegyezte meg fanyarul Mr. Toll. Komolyan beszélek mordultam rá. Nem engedem, hogy megegyék szemet. Ki jár neki a tisztességes temetés? Miért? A férgek megehetik? Kérdezte Mr. Toll, de szúrós, vasvilla tekintetem láttán felsóhajtott, és bosszúsan megrázta a fejét. Hajt, Hibernius, hadd tegye a fiú, ahogy ő akarja. Szólalt meg csendesen Mr. Crapsley. Visszamerc a cirkuszba a többiekkel együtt. Én itt maradok, és segítek megásni a sírt. Jól van. Rántott egyet a vállám Mr. Toll. Füttyentett, és újjával a törpékre bökött. Azok tétováztak, majd hátrébb vonultak, és körülvették a szép röfrík tulajdonosát. Magamra maradtam a halott szemgreszttel. Mr. Toll és segítői elmentek. Mr. Crapsley leült mellém. Hogy vagy? Kérdezte. Megráztam a fejem. Erre a kérdésre nem volt egyszerű a válasz. Erősebbnek érzed magad? Igen. Válaszoltam halkan. Jól lehet, nem sok időt telt el azóta, hogy szemvérét ittam, már is éreztem a különbséget. A látásom megjavult, akárcsak a hallásom, és összevertestem sem sajgott úgy, ahogy illett volna. Sokáig nem kell újra innod. Mondta Mr. Krebsley. Nem érdekel. Nem magáért tettem. Szemért. Dühös vagy rám? Nem. Sóhajtottam. Deren, remélem, hogy... Nem akarok beszélni róla. Rivaltam rá. Fázom. Rossz kedvem van. Szerencsétlen és magányos vagyok. Szemről akarok gondolkodni, és magára egy szót sem unhajtok vesztegetni, ahogy akarod. Mondta, és ásni kezdett a kezével. Én pár percig némán ástam mellette, majd megálltam, és ránéztem. Most már igazi vámpírnyanos vagyok, ugye? Kérdeztem. Igen. Az vagy. Bólintott szomorúan. Ez magát boldoggá teszi? Nem. Felelte. Szégyellem magam miatta. Miközben zavartan bámultam rá, egy alak jelent meg fölöttünk. A bicegő törpe volt az. Ha azt képzeled, hogy elvihetett szemet? Szóltam rá szigorúan, és még földtől fekete kezemet is fölemeltem, de mielőtt tovább mondhattam volna, beugrott a sekély gödörbe, és szürke bőrű lapát ujjait a földbe mélyezve, nagy rögöket kezdett kiemelni. Segít nekünk? Kérdeztem zavartan. Úgy látszik. Felelte Mr. Crapsley, és a vállamra tette a kezét. Pihenj, mondta. Ketten gyorsabban tudunk ásni. Majd szólok, ha már beletehetjük a barátodat. Beláttam, hogy jobb lesz így. Bólintottam, kimásztam a gödörből, és lefeküdtem a szélére halmozott földkupac mellé. Egy idő múlva itt is útban voltam, úgyhogy arrébb húzottam, és a régi, állomási épület árnyékában ülve várakoztam. Itt magamra maradhattam a gondolataimmal. És szem sötét piros vérével a számon és az ínyemen. Minden különösebb felhajtás nélkül eltemettük szemet. Nem jutott eszembe semmi alkalomhoz illő szöveg, és betemettük a sírt. Nem álcáztuk, hogy a rendőrség felfedezze, és egy-kettőre temessék el annak rendje és módja szerint. Azt akartam, hogy a szülei el tudjanak tőle búcsúzni, és ezáltal annak is elejét vegyük, hogy az állatok és a törpenépség martalékává váljék. Még hajnal előtt tábort bontottunk. Mr. Toll mindenkivel közölte, hogy hosszú út áll előttünk. Szem eltűnése nagy botrányt fog kavarni, ezért el kell tűnnünk innen, amilyen messze csak lehet. Indulás közben eszembe jutott, vajon mi történhetett Ervével. Elvérzett valahol az erdőben? Vagy sikerült időben eljutni egy orvoshoz? Vagy azóta is fut, rohan valahol üvöltve, hogy hol a kezem? Hol a kezem? Nem érdekelt. Ha bár jót akart, az egész az ő hibájából történt. Ha nem kezdi babrálni a farkasember ketrecének ajtaját, Szem még most is élne. Nem kívántam Ervé halálát, de egy fóház sem voltam képes elmondani érte. Az volt a véleményem, hogy szenvedj el, amit a sors rámér. Evra mellettem ült az egyik furgon hátuljában. Valamit elkezdett mondani, de aztán elhallgatott. Megköszörülte a torkát. Aztán egy hátizsákot tett az ölembe. Találtam. Motyogta. Gondoltam, hát ha meg akarod tartani. Égő szemmel olvastam a címkén, Sam Grest. Aztán könnyekben törtem ki, és keserves sírással ráborultam. Evra átkarolt, szorosan magához ölelt, és együtt sírt velem. Mr. Crabsley elmondza, mi történt. Szólalt meg végül, amikor valamelyest magához tért, és megtörölte könnyes arcát. Azt mondta, kiítsz a szemvérét, hogy életben tartsz a lelkét, nyilván azért hagytam rá nem sok meggyőződéssel. Figyelj, mondta Evra. Én tudom, mennyire nem akarsz ember embervész inni, de megtetted, mert szemről volt szó. Jó szelekedet volt, és nem gonoszság. Nem kell rossznak érezned magad, amilyet a vérét szívtad. Talán. Nyögtem, majd a feltoluló emlék hatására megint sírtam egy sort. Eltelt egy nap, a szép tovább vonult, de én semmi másra nem tudtam gondolni, mint szemre. Eljött az éjjel, és egy rövid pihenőre lehúzottunk az útszélére. Evra elment, hogy valami ennivalót és frissítőt szerezzen. Hozzak neked valamit? kérdezte. Ne! válaszoltam arcomat a szélvédő üvegéhez nyomva. Nem vagyok éhes. Evra elindult. Vár csak! Hívtam vissza. Valami különös ízt éreztem. Szemvére még mindig forrón, sósan és rémítően égette a számot. De nem ez bizsergette a nyelvem tövén elhelyezkedő ízlelő bimboimat. Valami olyasmire vágytam, amire korábban még soha. Zavarba ejtő pillanatok teltek el így, hogy nem tudtam, mi lehet az. Aztán egyszer csak felismertem egy különös sóvárgást, és halvány mosolyult ki az arcomra. Feltúrtam szem hátizsákját, de a doboz valahová elkeveredhetett a táborbontáskor. Fölnéztem Evrára, letöröltem a könnyeimet, megnyaltam a számat, és olyan hangon, amely nagyon emlékeztetett egy furcsa, okoskodó kis kölyökére, akit ismertem, Megkérdeztem tőle. Van nekünk egyzetes hagymánk? És ezzel befejeződött a történet, a harmadik könyvvel nem sokára érkezem. Köszönöm, hogy meghallgattad, minden jót!